Sportcsarnok felújítása és műfüves labdarúgópálya átadó. Ez a két legfontosabb fejlesztés, mely jelentősen hozzájárult a város sport életének javulásához. Mindez meglátszik az eredményekben is, megyei, országos és nemzetközi szinten, hangzott el az átadón. Talán a város létszámához, vagy népességéhez mérten egész jól állunk, hiszen egy 300 fő feletti sportolói bázisról beszélünk. A Bátaszékese a város egyik legnagyobb civil közössége, melynek tagjai korosztálytól függetlenül szeretetnek és megbecsülésnek örvendenek, mondja Bozsodik Róbert polgármester. A cél a lehetőségekhez mérten fenntartani a jelenlegi állapotot, hiszen nem alkalmas az infrastruktúra a mainál nagyobb osztályú vagy nagyobb volumenű versenyek lebonyolítására. Ezt a lehetőséget próbáljuk fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön elsősorban a fiatalokat kell bevonni és megteremteni számukra a lehetőségeket, hogy ők szeressenek sportolni, és ha komolyabb eredményekre képesek, arra megvannak már a megfelelő szintű klubok. Az idei évben 8 sportoló vehetett át elismerést, kimagasló éves teljesítménye elismeréseként.